Runs into that high crotch area, drives Inksa out of bounds. And it will be a tie score at 2 apiece. Apuci, mondom, nem vagyok szomorú, mondom, mert elvégre én csak azt tűztem ki, hogy kiussak. Mondom, de most legalább a Tokiói olimpia után most már kitűzhetem azt, hogy a következőn már éremmel térjek haza. Volt egy időszak, amikor szerettem volna átmenni Magyarországra, és szerettem volna magyar színekbe indulni. De sajnos akkor a Magyarország részéről nem kaptam meg azt a támogatást, hogy igenis, na gyere, kezdjük el, csináljuk meg, gyere hozzánk. Többször is itthon, amit úgy éreztem, hogy azért volt az a konfliktus, vagy azért történtek egyes dolgok, mert igazából a román válogatottban egyedül vagyok magyar lány, ami kicsit azért hátránynak tűnt, és többször éreztem azt, hogy várják a lehetőséget arra, hogy engemet ki tudjanak rakni a válogatottból. Köszöntök mindenkit a Székelyhon TV-ben, Rostán Szabolcs vagyok. Ismét jelentkezik a Nézőpont, képbe helyezünk mindenkit az erdélyi valóságról. Románia egyik legígéretesebb birkózójaként jegyzik az eddigi pályafutása során többszörös országos bajnoki címet, ifjúsági Európa-bajnoki címet, ugyanakkor a felnőtteknél Európa-bajnoki ezüst és bronzérmet nyert Ince Krisztát, aki idén Tokióban részt vett élete első olimpiáján, ugyanakkor már is a következő ötkarikás játékokon való szereplés lebeg a szeme előtt. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik birkózóját, versenyzőjét az élsportról, birkózásról kérdezzük, és természetesen nem csak. Tisztelt Kriszta, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és üdvözlöm a Székelyhon TV-ben. Köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Gyanítom, hogy talán már a könyökén jönnek ki az ilyen jellegű kérdések, amelyek mögött van egy kis, tehát a nőkkel szembeni előítélet is, viszont ha megengedi, csak felteszem, mivel hogy kíváncsi vagyok, én is, mint gondolom nagyon sokan, hogy egy 6-7 éves kislányt mi vezet rá arra, hogy birkózónak álljon, vagy kipróbálja a birkózást? Hát nálam igazából egyik barátnőm, aki ő már birkozott, 2 évvel volt nagyobb, mint én, a lánytestvére sokkal nagyobb volt, együtt jártak birkózó edzésre, és én otthonról elszöktem igazából. Tehát a szülők nem? Nem tudták, dolgozni voltak mind a ketten, és a barátnőm szólt, hogy megyek edzésre, nem akarsz jönni? És mondom, hát elmehetek megnézni, hogy végül is mit csinál. Én arra voltam kíváncsi. Elmentem az első edzésre, megnéztem, nagyon tetszett. Ugye hát ott bukfenceztek, ott verekedtek, gyúrták egymást, persze gyermekszemmel akkoriban ez egy játék volt. A szabadfogású birkózás, hiszen ön ezt a sportágat űzi, hát már az ókori olimpiák idején népszerű sport volt, és hát a lényege az, hogy az ellenfelet két vára kell fektetni a szőnyegen, vagy olyan fogásokat kell végrehajtani, amelyek a szabályzatban szerepelnek, és viszont a nők körében azonban, hát elnézést, hogy még mindig ezen rugózom, de a nők körében azért azt hiszem csak a 80-as években vált igazán népszerűvé. Akkor rendezték a nők számára az első világversenyeket is. Az idők folyamán mi szerettette meg önnel ezt a sportágat? Hogyan kedvelte meg igazán? Hiszen az egy dolog, hogy gyerekként még... Igazából ezt tudom mondani, hogy elég sokáig számomra csak hobbi volt, játék. Addig a pontig, amíg a 5. koromban kezdtek romolni a jegyeim, a zongora jegyeim is, ugye,
és kicsit elég zsúfolt programom volt már a kicsikorban. Ugye reggel 7-kor elmentem otthonról, mentem iskolába, ott iskola után még maradtam 1-2 órát zongorázni, akkor mentem edzésre 1 órával hamarabb, ott az edzőteremben megcsináltam a leckéket, és utána még edzettem, és este 8-9-re értem haza. És persze ugye nem tanultam sose annyit, amennyit kellett volna, és akkor így apukám leültetett, és azt mondta, na válasz, zongora vagy birkozás? És akkor volt az a pillanat, amikor eldőlt az, hogy a birkozás lesz az, amit jövőre nézve fontosabb lesz számomra. És ezt választ. És miként sikerült hozzászokni például a sport adta, vagy megkövetelte kötöttségekhez? Tehát például ahhoz, hogy rendszeres edzés, amikor tehát tinédzserkorban például a barátnői elmentek diszkóba, vagy szórakozni, akkor önnek ott kellett lenni az edzőteremben. Tehát ehhez hogy lehetett hozzászokni? Hát igazából fiatal koromban, hát jó, olyan, hogy most se vagyok öreg, de korát nem mondjuk meg, koromban de... azért lógtam elég sokat edzésekről. Volt olyan, hogy megszöktem, mondtam, hogy melyik edzésre, és nem mentem el. Igen. Főleg, hát ez inkább a nyári időszakban szokott megtörténni, mert olyankor ugye mindenki szabad volt. Az osztálytársaim, a barátnőim, a blokk elől. Ugye mindenki mentek az Old partjára, mentek a strandra, mentek valahova. És akkor persze nekem én is akartam menni, és akkor én, tehát, hogyha ugye apukám nagyon tartott ez már, hogy menjek edzésekre, menjek birkozni, akkor hát én hazudtam, hogy megyek, és nem mentem. De aztán utólag kiderült, akkor apukámék megtudták, hogy azért egy kicsit én kikerülöm az edzéseket. De hogy utólag 18 éves koromig voltak ezek a problémák. Utána egyre többet kezdtem, már azelőtt is voltam válogatottban, de azért többet jártam haza. Utána többet voltam elmenve, több volt a válogatott program, edzőtáborok, versenyek, egyre több külföldi versenyek, és akkor már nagyon kimaradt, már tényleg nem volt. És akkor az otthoni baráti kör is megszakadt. Mondhatni azt tényleg, hogy otthon most van 2 barátom. Ami az bőven elég nekem, de úgyhogy nagyon sok emberrel otthon megszakadt a kapcsolat, és akkor így már nem voltam így csábítson. Hát igen, tudjuk, hogy az élsport az sok áldozattal is jár, tehát ilyen jellegűekkel is, de kompenzálják az eredmények. Tehát ugye önnél is jöttek majd adott pillanatban az eredmények, először ugye ifjúsági szinten. Mely versenyekre emlékszik a legszívesebben? Mondjuk leszámítom most az olimpiát például, az olimpiai szereplést, de mely megmérettetésekre gondol vissza úgy szívesen, hogy na, ott elégedett is volt önmagával, teljesítményével? Hát persze, hogy az egyik legjobb teljesítményemre vagyok büszke, és szívesen visszaemlékezek, amelyik ugye itthon is volt, Bukarestben volt megtartva a junior európai bajnokság 2016-ban. Persze arra örömmel emlékszek, és mindig a... Hát lehet, hogyha még most is megnézem a döntő meccset, akkor lehet, hogy most is libabőrös leszek tőle. Főleg, amikor az egész terem ugye visszaszámolt 10-től, és az a hangulat, hogy ott voltak velem, az nagyon, nagyon sok energiát adott nekem ott a szőnyegen. Még így a birkózás specifikumára kérdeznék rá. Ugye például... Nem egy veszélytelen sportág, tehát amellett, hogy azért itt rúgni, ütni, hajat húzni nem szabad, azért itt is vannak különböző olyan fogások, amely esetében akár sérülés is lehet. Az ön esetében nem voltak ilyen jellegű problémák, hogy a sérülés, gondolom, hogy nem kerülték el önt sem. Hogy lehet ezeket kikerülni? Nem lehet kikerülni most 100%-ba. A birkozás az egy olyan sport, amikor lehet, hogy most egy dobásnál éppenséggel fejre esel.
azt nem tudod elkerülni, hogy most éppenséggel, hogyha úgy jött össze egy meccsbe, nekem is volt ilyen, soknak történt még ilyen, vagy éppenséggel most egy kisebb sérülésről beszél, mikor félrelépsz. Sajnos ez van, ilyen a boka, félreléptél, nem úgy léptél, ahogy kellett volna, az akkor ottan kimegy. Igen. Vagy például a fülre is kell vigyázni, hát ugye... Hát nekem is megvan a birkózó fül. Igen, tehát karfiol fülűnek is nevezik mondjuk a birkózókat, ökölvívókat, tehát amikor adott esetben ott sérülésnél, tehát megsérülhet a fül, és akkor ilyesmi. Ezt ki lehet védeni valahogy, vagy erre lehet vigyázni, vagy... Hát igazából a birkozásban, meg a más sportokban is, az ilyen kontaktsportokban, a férfiak valamiért, nem tudom én se, hogy miért, szeretik azt, hogyha neki kialakul a birkozófül. Mert én úgy értettem, hogy ők úgy veszik, hogy ez megmarad emlékben, hogy ők ezt csinálták fiatal korukban, és hogy majd től visszaemlékeznek. Na viszont én például nem... De nőnél ez másképp van. A nőnél azért az szerintem elég csúf. Nekem is van, igazából nem látszik nagyon egy kisi, de igazából az a helyzet, hogy olyankor, mikor eltörik és megtel vérrel a bőr alatt. Vérömleny keletkezik. Igen, azt ott sajnos le kell szivatni. Nem egyszer, nem kétszer, ahányszor most egyszer kell, és le kell kötni. Ezt meg lehet előzni, de nem mindenki fektet olyan hangsúlyt rá. Én például én nagyon, nagyon nem akarom, hogy eltagadjon olyan csupra. Igen. Miből áll amúgy egy birkózó számára a felkészülés, tehát az edzés? Mert kondi is beletartozik, az étrend sem mindegy, hiszen a súlycsoportot azt tartani kell. A birkozás nagyon komplex sport. Összetett, mindenre szükség van. Mind gyorsaság, kondi, erő, technikai felkészülés. Nagyon sokfajta edzést kell csinálni ahhoz, hogy hely tudja állni egy versenyen. Sajnos nem mindenhol fektetnek mindenre hangsúlyt, de nagyon fontos. Ez mellett persze, hogy az étrend, amit mondtál, szerencsére most a súlyommal nincs probléma, az utóbbi egy-két évben azért elég jól voltam. Sikerült tartani. Igen, ilyen 2-3 kiló az nem probléma. Van-e lehetősége arra, hogy megfelelő edzőpartnereket találjon, hiszen nagyon, nagyon sok női birkózóról nem tudunk azért Romániában? Sajnos most jelenleg mondhatom, hogy mondjuk az utolsó pár évben nem igazán volt edzőpartnerem, női edzőpartnerem. Egy fiatalabb leánka van, aki sajnos ő is most le van sérülve. Általában a fiúkkal szoktam edzeni, vagy ugye szerencsénk van azzal, hogy megyünk külföldi edzőtáborokba, olyan edzőtáborokból több ország is, nem csak mi megyünk egy országhoz, hanem egy ilyen nagyobb edzőtábort szerveznek, és akkor jön ilyen 5-6 ország. Na, azok az edzőtáborok jók, mert akkor ottan tényleg azért kerül legalább 4-5 partner, akivel tudsz dolgozni. Milyen élményekkel maradt Tokióból? Hát elsősorban ugye számomra az, hogy kijuttam a Tokióba, egy nagy szerencse is volt. Igen, már az is viszontagságos volt, hiszen azáltal, hogy ugye Észak-Korea visszalépett. Pontosan. Jó, persze, 50% szerencs, 50% az én munkám. Ahhoz meg kellett dolgoznia, hogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy ön legyen a következő. Pontosan. Az, hogy oda kijuttam számomra, ugye az álmom, a gyerekkori álmom, amit én 11 évesen kitűztem magamnak, megvalósult. Elértem. Persze... ezt apukámmal amúgy beszélgettük, hogy mondom, nem vagyok szomorú, mondom, mert elvégre én csak azt tűztem ki, hogy kiussak. Mondom, de most legalább a tokiói olimpia után most már kitűzhetem azt, hogy a következőn már éremmel térjek haza. No, de elég jól kezdte, hiszen legyőzte azt a Sastin Mariant, aki ugye a magyar női birkózás első világbajnoka, és eddigi egyetlen világbajnoka.
Tehát azért gondolom, hogy az dobott egyet a lendületén. Hogyan élte át, hogy magyar ellenféllel szemben kellett vívnia, birkóznia? Hát mi Mariannal még sose birkóztunk így a versenyen. Úgyhogy ez volt az első alkalom, egy kicsit izgultam, hogy na, most tényleg pont magyarra kellett kezdjek. De... Nem gondolta arra, hogy esetleg állhatna a túloldalon is? Hiszen ugye romániai magyar sportolók adott esetben sokan országot váltanak. Tehát van ilyen is. Volt egy időszak, amikor szerettem volna átmenni Magyarországra, és szerettem volna magyar színekbe indulni. De sajnos akkor a Magyarország részéről nem kaptam meg azt a támogatást, hogy igenis, na gyere, kezdjük el, csináljuk meg, gyere hozzánk. És akkor nem kaptam ezt, tehát akkor meg sajnos, és így maradtam Romániába. Persze itt attól a karrierem elég jól ment utána is, de azért biztos más érzés lenne magyar színekbe indulni. Itthon azért Romániában mit jelent magyar sportolónak lenni? Egyszer nyilatkozott olyat is, hogy azért érzett hátrányos megkülönböztetést. Ez megtörtént? Igen, volt többször is itthon, amit úgy éreztem, hogy azért volt az a konfliktus, vagy azért történtek egyes dolgok, mert igazából a román válogatottban egyedül vagyok magyar lány, ami kicsit azért hátránynak tűnt, és többször éreztem azt, hogy várják a lehetőséget arra, hogy engemet ki tudjanak rakni a válogatottból. De szerencsére, amennyire tudtam, megálltam a helyem, ugye érmeket azért hoztam. Voltak kisebb-nagyobb konfliktusaim edzőkkel, a szövetséggel, de most őszintén nem tudom, mennyire van még ez még meg. Azok után, ugye, hogy most már a felnőtt szinten is ott vagyok, most mondjam, a világ első nyolcába. Így van, tehát az olimpián nyolcadik helyen végzett, ugye? Úgyhogy szerintem már ezt ők is elhagyják. Tehát, hogyha bizonyít a szőnyegen, akkor akkor még akkor sem lehet. Akkor sajnos nincs, amit csináljanak ők sem, mert ők is el kell ezt fogadják. Igen. És akkor ugye térjünk ki arra is, hogy utána tehát az olimpián vívott három mérkőzések közül a másik kettőt azt elveszítette. Így utólag visszanézi-e a mérkőzéseit, és ilyenkor megtalálja-e azokat a hibákat, amelyeket a jövőben ki kell küszöbölnie? Tehát rálát-e ilyenkor arra, hogy mit kellett volna másképp csinálni a lett vagy észt versenyzővel szemben? Általában amúgy vissza szoktam nézni, de még nem jöttem el odáig. Még nem vettem rá magamat, hogy végignézzem a meccset. Főleg a lett lányjal, a kirgisztáni lányjal, vele tudtam, hogy nagyon húzós. Nagyon-nagyon jó napom kell legyen ahhoz, hogy őt meg tudjam verni. Persze ő volt ugye az, akire azt gondoltuk, hogy olimpiai bajnok lesz, és végül a döntőbe elrontotta. De viszont a lett lányjal, igen, nagyon sokat hibáztam, ami nagyon sok pontomba került. Ami, hát mondhatom azt, hogy legalább 4-6 pontot hibából adtam, amit, hogyha nem lettek volna, még én is nyerhettem volna. Remélem, hogy a párizsi olimpián már azért éremelt érhetek haza. Ha már Párizs, ön szerint miben kell a leginkább fejlődnie addig, hogy ott jobb teljesítmény nyújtson, mint Tokióban? Mindenben. Abszolút minden téren? Minden téren. És ami nálam ugye a nagy probléma, az az önbizalom. De az önbizalom szerintem majd a felkészülés során az is kialakul, mikor úgy fogom érezni magam, hogy most igen, 100%-osan fel vagyok készülve. Ezt az önbizalmat mi hozhatja meg leginkább? Tehát a mindennapi edzések, edzéseken kívül, hogyha visszagondol, hogy azért mégiscsak ért el bizonyos teljesítményeket, eredményeket eddig,
Mi hiányzik még ahhoz, hogy nagyobb önbizalma legyen Ince Krisztának? Hát, elsősorban technikailag nagyon sokat kell fejlődjek, hogy egy kicsit bízzak a birkozásomba. És ez szerintem ami az tényleg az edzésekre. Majd lépésről lépésre, hogyha versenyeken egyre jobban fogok teljesíteni, akkor szerintem Párizsig biztos kialakul az önbizalmam is. Na hát nagyon szépen köszönöm azt, hogy elbeszélgethettünk. Nagyon sok sikert kívánunk a következő években. Mondjuk csak nézzünk egyelőre Párizsig, habár ugye 2022-ben is lesznek komoly versenyek, amelyekre készül. És kívánjuk azt, hogy az önbizalmát is minél hamarabb majd szerezze vissza, hiszen ez is nagyon fontos a szőnyegen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elbeszélgethettünk, köszönjük az interjút, önöknek is köszönjük a figyelmet, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, lájkolják a műsorainkat, viszontlátásra! Viszontlátásra!